Erőt, egészséget, mélyen tisztelt hölgyek, illetve urak! Világos vagyok. A mai videót feltétlenül nézd végig, ugyanis a mai videóban folytatjuk a progizással kapcsolatos videósorozatunkat. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ellenetek progiztak-e már, illetve hogy milyen kapcsolataitok, pozitív vagy negatív élményeitek vannak a progizással kapcsolatban. Miután feliratkoztál a csatornánkra a videó alatti piros gombbal, és lájkoltad a videót, vágjunk is bele. Ma a csalás egyik legtipikusabb ismertető jegyéről lesz szó, az úgynevezett kulcs a zárba taktikáról. Na most, ez a kulcs a zárba taktika egy olyan nyitást jelent, ami tökéletes az adott szituációban. A kérdés az, hogy mit jelent az, hogy tökéletes a nyitás? Az amőba egy szabad játék. Ez azt jelenti, hogy a táblán bárhová teheted a következő X-et vagy kört. Például az első lépésed a bal felső sarok, akkor a második lépésed lehet akár a jobb alsó sarok is. Magyarul a mozgásodat nem korlátozza semmi, nem úgy, mint például a sakkban a huszár lépése. Tehát mit jelent egészen pontosan ez a kulcs a zárba taktika? Ha megnézzük ezt a képet, akkor láthatjuk, hogy az egyik oldalon van egy darab kulcsod. A másik oldalon megvan 7 darab ajtó. A lényeg az, hogy ebből a 7 darab ajtóból a te kulcsod csupán egyetlen egyet fog nyitni. Vagyis a te kulcsod csak egyetlen zárba illik bele tökéletesen. A kérdés az, hogy hogyan kapcsolódik ez az amőbához, illetve a progizáshoz. Mondom, az amőbában vannak különböző nyitások. Például valaki egy korábbi videómban bemutatott SV alakzatban nyit, valaki rögtön az L alakra megy rá, stb. Tehát konkrétan mit jelent ez a kulcs a zárba taktika amőbában? Képzeld el a következőt. Képzeld el, hogy te vagy az X, tehát te kezded a gémet. Az ellenfeled körrel van. Tegyük fel, hogy az ellenfeled programot használ körrel, vagyis csal. A progis körös játékos, amennyiben erős programja van, úgy fog lépni, olyan nyitást fog követni, ami a te nyitásod tökéletes ellenszere. Vagyis tökéletesen levédi a támadásod, de ezt úgy teszi meg, hogy nem elég, hogy tökéletesen levédi a támadásod, de még ő fog jobban állni viszonylag gyorsan az első 4-5 lépés után. Na most volt éppen egy ehhez hasonló partim az előző videómban, és ezt szeretném nektek megmutatni. Tehát ez a videó, ez a parti az előző videóm, ban készült, és a One Sword One Noob nevű játékossal játszottam. Na most, hölgyek, urak, én nagyon remélem, hogy jól látható ez a videó részlet, tehát hogy nem lesz túl homályos. Mivel ez a saját videóm, ezért megtehetem, hogy bevágom.
Na most, mire figyelj a videóban? Kulcs a zárban, vagyis nézd meg, tehát én vagyok X-el, ellenfelem van körrel. És egyrészt az én X-emet, nézzük meg, elindítjuk a videót, én vagyok ugye, én vagyok X-el, az ellenfelem van körrel, és nézd meg, egyrészt ugye látjuk, hogy megy az idő, és arra figyelj, hogy az én X-emet tökéletesen levédi. Tehát semmiféle ellentámadási esélyem nincs. És itt, ahogy látod, már rögtön a harmadik lépésben, a játék legelején bajba kerülök. Tehát nem csak, hogy mindenféle ellentámadási esélyemet elveszi, de még a közelében sem vagyok annak, hogy támadjak. Nézd meg, pont ez a szituáció. Látod, az első három lépés után konkrétan nem tudok mit tenni, mert annyira furcsa ez a fajta nyitás számomra, is nézd meg, nem tudom tovább építeni az X-emet, mert hogyha most ide teszek H4-re, akkor egyszerűen azt mondjuk itt egyszerűen védi H3-on, és egyszerűen nincs további támadási lehetőségem, ellenben ő nyerne itt F10-en, illetve H10-en a körrel. Ezért vagyok bajba. Na most szeretném elmondani, hogy ha jól emlékszem, akkor itt az ellenfelemnek, a Go Vansor Van Noob-nak a nickje, ez 2 éves, tehát ez egy régebbi nick, és a játékos győzelmi vesztési aránya sem indokolja program használatát. Tehát itt ő nála nem tudom. Tehát lehet, hogy ő 1 a 100-ból, aki éppen eltalálta a tökéletes megfelelő védelmet, nála nem tudom megállapítani. Tehát látod, 4. lépés, és nézd meg, egyszerűen rákényszerülök arra, hogy védekezzek, mert különben nyerne H10, F10, és itt, és nézd meg, és ez is rendkívül furcsa lépés, ez a G8. Ugye? Tehát nézd meg, kulcs a zárban. Tökéletes védelem. Olyan védelem a nyitásomra, ami csupán egyfajta védelem, ami nagyon speciális, nem csak, hogy tökéletesen levédi az állásomat, de gyakorlatilag 5 lépés múlva már vesztek. Most F9 a helyes lépés, és nézd meg, ezt sem teszi meg azonnal. Jó. A másik dolog, ami utalhat még a program használatára, mégpedig pszichológiai alapon, az a névválasztás. Jó, ez most nekünk nem kell. Tehát a másik dolog az a névválasztás, ami furcsa lehet. És egyébként azért őt, na most azt szeretném elmondani, hogy senkit nem szeretnék alaptalanul megvádolni. Tehát ő nála nem tudom, hogy programot használt-e. Az is elképzelhető, hogy ő az az egy játékos a 100-ból, aki éppen eltalálta a megfelelő védelmet. Na most egyébként sajnos őt azért, a Go Vansor Van Noob-ot azért ragadtam ki, mert tökéletesen illik arra a szituációra, amit beszeretnék mutatni. Nézd meg, a névválasztás. Ez a név azt jelenti, hogy Go Vansor Van Noob, tehát a noob azt jelenti, hogy bolond, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy arra biztatja a nickjében az ellenfelét, hogy gyakorlatilag egyszer egyes, tehát egyetlen mezős táblára lépje, mert annyira tehetségtelen, hogy még azt sem tudja kivinni az ellenfele. Na most, tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy számos csaló, progis játékos olyan nevet választ magának flyordájon, ami dominanciát hirdet, vagyis egyfajta erőt, és ezzel mintegy tudatosan leplezve a csalást. Na most náluk ez is mások megtévesztését szolgálja. És ez náluk pszichológiai alapon megy. Na most
Milyen névre gondolok? Ilyen név lehet például, hogy agyonütlek, jól megverlek, szétalázlak, stb. Tehát az ilyen nevek, hogy agyonütlek, szétalázlak, jól megverlek is, ez is mind a program használatának az elrejtését, a leplezését szolgálhatja. Na most például ezzel szemben például most megpróbálok visszamenni, jó? Na most ezzel szemben nézd meg például az én nickemet. Ugye világos. Nem hordoz, nem fejez ki semmilyen dominanciát. Na most, tehát én nem akarok másokat, megalázni, porrázúzni. Nekem nem ez a stílusom. Vagy például Okos Nőci, Vincs Eszter, Nemes Gábor. Mindhárman nagymesterek, mégsem hordoz a név választásuk dominanciát, ugyanúgy, mint például nekem. Jó, ennyi bevezető után, most én remélem, hogy tudok nektek mutatni egy kis játékot is. Jó, azt mondja, hogy hát remélem, hogy lesz ellenfelünk. Valamiért nagyon lassú most a gépem, megpróbálunk egy perceset játszani, jó? Nem, Demon Fajzat visszautasította. Valamiért most elég lassú a nickem. Gloria ezt a swap 1-es nyitást használja. Hát most valamiért egyébként nagyon lassú a nickem, srácok, vagy a netem. Úgyhogy próbálok bemutatni egyfajta játékot erre. Kamujancsi jó lenne. Ugye egy perces, és ez a Long Pro nyitás. Azt jelenti, hogy én nála hármat kellene játszani. Vagy esetleg mondjuk a Glóriával, ugye? Ő a swap 1-es nyitást használja, tehát egyszer van csere. Nézzük a Glóriával. Jó. Tehát itt azt jelenti, hogy egy nyitás, két nyitás, három, és itt most kötelezően van egy csere, azt hiszem. Az a swap 1-es nyitás. Igen, tehát most én vagyok az X-el. Jó, hát most valamit sajnos elég lassú a netem, lehet, hogy az OBS, illetve az OBS az oka, vagy valami más. Ja, 10 perces egyébként a játékidő, belehúztam, mint az állat. Jó, lássuk. Egyelőre itt most ugye védekezésben vagyok, mert itt most a kör átvette a kezdeményezés lehetőséget, ugye ezzel a swap 1-es nyitással. Hát egyébként ez a swap nyitásoknak a sorában zajlik, tehát ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy felcserélődik a nyitás, és valamiért sajnos a netem az nagyon lassú. Kérdezi Gloria, pont engem akarsz felrakni? Nem erről van szó, egyszerűen csak így alakult, tehát hogy őt hívtam ki, hívhattam volna mást is, semmiféle negatív hatás nincsen. Mindig azt hiszem egyébként, hogy egy perces. Jó, itt nem akarunk esélyt adni, egy kicsit passzív vagyok. Ugye itt J7, J6, stb. Nem, a Glória egyébként jó játékos, tehát miért? Hát nincs ezzel semmi, Glória az jó játékos. Ezt itt kell védeni, és egyébként most J6 valószínű. Nem. Ez érdekes. Jó, hát ezt védeni kell. H8. De mindig azt hiszem valamit, hogy 10 perces a játékidő. Jó, hát ezt felülvédjük. Jó, Glória egyébként jó játékos. Jó. Oké. Okay. Jó, nézzük, mi lehet a következő. Aha. Jó, nézzünk egy ilyet. Most eléggé passzív vagyok egyébként X-el. Jó, azt mondja, hogy itt. Na látjátok, ez például tipikusan egy olyan alakzat, hogy itt nem fenyeget a kör semmivel, mert hogyha a következő lépésben J5-et tesz, akkor N9-en védem is viszont. Tehát itt igazából nem nagyon fenyeget semmi, szerintem.
Glória szerény. Hát, Glória egyébként jó játékos, tehát nem, nincs sok a panaszra, én szerintem. Látjátok, ezt mondtam, itt elég így védeni, mert kevés volt a hely. Jó. Hát, ezt mondja, itt, aha. Most itt ez lehet a terv, hogy F9, G8, azt védeni kell H7-en, majd G10 lehet a tervünk. Jó, hát ezt védjük. Hopp, így nyert is az X. Itt nyert. Ja nem, mert ott levédte, aha, tehát levédte ezt a 4-est, oké, ezt viszont felülvédjük. Ezt ugye itt védeni kell M9-en. M9-en védeni kell. Úgy van. Jó, itt, na, ravaszkodjunk egy kicsit. Jó, azt mondja, hogy itt, aha. Most az X jobban áll, tehát most az X-nek vannak lehetőségei, nem hinném, hogy a kör itt most tudna támadni. Jó, tehát így gyakorlatilag ebben az állásban az X az jobban áll. Jó, hát ezt kivédjük. Itt most a körnek védekeznie kell, mert itt fenyegetek nyerni. Tehát ez a... Ugye most itt erre megyek rá. Itt F9, majd G8 a fenyegetés. Tehát szerintem most vagy F9-re, vagy G8-ra fog tenni. Én biztosra tennék. Ez a 3-assal szerint... Ez a 3-as, látjátok? Ez a 3-as, ez nem fenyegetés. Látjátok, F9 mondtam. És én most itt érzek valamit, 1, 2, 3, 4, itt. Na, ravaszkodjunk megint egy kicsit. Jó. Most gondolom, hogy F8 vagy F10. F8, F10. Az F10-et valószínűsítem. F10-et valószínűsítem. Ugye arra F8 kötelező, igen. Jó, Glória egyébként jó játékos, nagyon őt kedvelem, meg kedves is, tehát tényleg őróla csak jót tudok mondani. Jó, hát ugye itt ezt a fenyegetést kellene védeni, de itt lehetne egy ilyen lépésünk is. Aha. Ez viszont jobb, mert látjátok, teret ad az X-nek. Jó, legyen... Hát kockáztassunk. Legyen egy F10, vagy ne? Jó, legyen egy F10, ugye azt védeni kell J8-on, úgy van. Most viszont D13, és itt védeni kell itt ugye a kétszerűtöst. Ez megint egy 3-as, én ezt fent kell védeni. Ezt fent kell védeni, úgy van. Azt mondja, hogy legyen... Azt mondja, hogy jó, szerintem ezt vittük. Vagy nem? Aha, de! Nézzétek, itt ugye leblokálom az ötöst. Na miért nem tudok tenni? Jaj, ez a net, srácok, ez rettenetes. Hú, elment a kapcsolatom. Húha, ajaj. Na? Hú, srácok, ez gáz, pedig most itt nagyon jó nyerésem lenne. Itt J10-re kellene tenni, csak hát nem tudok, hát nem, nincsen kapcsolatom. Na? Ajaj! Hát tessék, J10, de nem tudok, hát azt a rohadt. Hát srácok, ez a net egyébként, ez rettenetes. Húha, meg is szakadt. Jó, hát itt tovább próbálkozunk közben. Tehát látjátok, ez a kulcs a zárban taktika. Azt mondom, ugye még egyszer ez arról szól, hogy... Jó, a játék mindjárt folytatódik, azt írja. Hát ugye ezt most elvesztettük, mert megszakadt a netem, sajnos ez rettenetes, ez a Flyodának a szervere is mindenféle dolgot kieszel. Tehát ez a kulcs a zárba taktika, még egyszer ez azt jelenti, hogy a programot használó játékos olyan tökéletes nyitást használ ellened, ami...
tökéletesen illik az adott szituációhoz. Tehát olyan nyitást választ, ami nem csak, hogy tökéletesen levédi az ellenfelet, de még egyben támad is, és a tökéletes megfelelője. Mert Gloria kérdezi, mi történt, elment a netem. Tehát valószínű a 3-3-5-5-t azt szerintem el is buktuk. Valamiért nagyon rossz a netem. Nem tudom, hogy azt mondja, Ász játszik okos nőcivel. Tehát látjátok, most valamiért nem elég gyors a netem. Hát kár, ugye szerintem most a 3-57-re leestünk. Nem is tudom, most valamiért szakadozik a net nagyon. Jó, srácok, megint megpróbálok játszani. Azt mondjam, Gloriának felajánlunk egy visszavágót. De nem értem egyébként, 3.57, most nem emlékszem, hogy most akkor vesztettem pontot, vagy nem. Valamiért én érzem azt, hogy nagyon lassú a netem, tehát most valami probléma lehet, ez a koronavírus, ez szerintem ide is betett. Látjátok, hogy még a kihívást is ilyen nehezen teszi meg. Azt mondja, most mi kezdünk, tehát egyébként ez a nyitás, ez a swap 1-es nyitás, ez ugye azt jelenti, hogy nem cserélődik fel, hanem gyakorlatilag itt kötelező a csere, és az ellenfélnek nincs választási lehetősége. Tehát most nagyon akad a netem. Jó, tehát most, hogyha Gloria elcserélte, jó, akkor menjünk erre az L-alakra rá. De látod, most megint nem tudok tenni valamiért. Tehát nagyon-nagyon lassan tudok tenni. Jó, hát ilyen is van, srácok, jó? Persze, tehát előfordul, nincs ezzel gond. Azért nem szeretném elvenni a pontjaidat, én megszerzem, ha kell. Nem, tehát srácok, engem nem érdekel a pont. Tehát egyébként ez jó, hogy most itt szóba hozzuk ezt az állalakot. Tehát engem nem érdekel a pont, most vesztek kétszer-háromszor, nem érdekel, úgyis visszaszerzem. Tehát ugye pontosan erről volt szó. Itt valamelyik videómban erről beszéltem, hogy igazából mindegy. Tehát mindegy az, hogy de látjátok, megint nagyon lassú a net, tehát ez a koronavírus ide is betett, nagyon lassú a net. Tehát igazából az, hogyha valaki van egy adott szinten amőbában, például valaki, nem tudom, mondjuk mesterjelvényes, stb. Felesleges aggódni a pont miatt, mert a Fly or Die rendszere úgy van kitalálva, hogy az illető nagyon gyorsan meg fogja szerezni a tudásához szükséges pontszámot. Tehát igazából úgyhogy ez nem probléma. Jó, hogy ez a lépés azért, hogy egyrészt ugye itt leblokálja, ez nagyon okos lépés volt Gloriától K6, ugye, és így leblokálja itt ezt a hármast, és egyrészt, másrészt ugye ezt a dupla hármasnak a lehetőségét is ugye akadályozza. Jó, hát akkor világos tartja ezt a fajta L alakot, itt próbálunk valamit támadni. Gloria egyébként jó játékos. Ja, tehát engem nem érdekel a pont, úgyhogy ha kell, akkor úgy is megszerzem. Jó, hát próbáljunk valamit támadni. Azt mondja, hogy F5, ez. Na, mondja, ez 10 perces játék, most itt Gloriának lehet valami. Jó, hát egyelőre én ezt nem engedném meg, ez már túl sok, tehát ez nem szabad engedni nagyon az X-nek, hogy elszálljon. Igen, egyébként most itt a kör, hát ezt észre se vettem, látjátok, ez a probléma, amikor úgy hozok létre fenyegetést, és én magam nem veszem észre. Hát látjátok, ez például a probléma, mert itt fenyegetek E3-on, és 5-ös, 4-es, látjátok? És ezt most védeni kell. A neten valamiért nagyon lassú, srácok, tehát itt most védenie kell. Na, ezt mondtam, hogy ki a gyorsabb, én. Tehát látjátok? Jó.
Jó, valamiért nagyon lassú most a netem. Ugye, pontosan erről beszéltem az egyik videó. Hát ez így alakult, ez alakulhatott volna máshogy is. Köszönöm. A Gloria az jó játékos. Jó, hogy itt felajánlja a csere lehetőségét, akkor én élek vele. Most ebben a helyzetben én szeretnék X-el lenni a J6-os lépés miatt. Érdekes, ezt nem tudom, ugye ez a swap 1-es nyitás. Igen, látjátok pontosan. Tehát ő is ismeri ezt. Ő is ismeri. Na, akkor menjünk itt tovább. Látjátok, itt a kétszeres L-alaknak a létrehozása a lényeg. Jó. Akkor ravaszkodjunk egy kicsit. Most tegyük... Vigyük el ott. Srácok, én nagyon remélem, hogy nem akad a videó. Jó, azt mondja, hogy akkor itt blokkáljuk le a körnek a védését. Srácok, egyébként annak örülnénk, hogyha tetszenek egyébként a videóim, akkor az Unknown Chess Master csatornára iratkozzatok fel. Azzal egyébként, illetve a lájkolásotok is rengeteget segítené a csatornának az ügyét. Köszönjük. Jó, azt mondja, itt a kör semmivel nem fenyeget, akkor támad az X. Jó. Most egyébként F... Nem? Nem F6? Jó, hát akkor ezt védjük ki. F6 a fenyegetés, F5 a fenyegetés, úgy van. Hopsz, na most itt Gloria egy kicsit kezd jobban állni. Uh-huh. Ugye most itt E5 a fenyegetés ezzel a dupla négyessel, illetve még ez egyébként, ez is ez az F3 lépés erős lenne, tehát itt védeni kell E5-öt. Jó. Védeni kell E5-öt. Jó. Basszus kulcs, most kezd a kör jobban állni, ezt muszáj lent védeni, hogy itt ne tudjon a kör tovább építkezni H3-on, tehát ez kötelező lent védeni. Jó. Ez most körülbelül egál. Tehát most, jó, hát ezt kivédjük. Ugye ez négyes volt, úgy van. Ezt pedig fent kell védeni, de most ez egy speciális eset, ez azért kell fent védeni, mert nem elég, hogy megfelelően kell védekezni, de a saját stratégiádat is, a saját állásodat is építeni kell. Most én azért védem D7-en, mert H3-ra én védek J2-re, és itt szerintem nincs a körnek helyzete. Tehát H4-re a kör nem tud kialakítani nyerést, én szerintem. Mondjuk ez a H3, K4, K4, J5 lépéssel működik, mert a J vonalon nem képes ötöst létrehozni, és emiatt ez nem fenyegetés, látjátok? Majd utána egy K4, látjátok? Igen, pontosan erről beszélek. Hát nagyon remélem basszus, hogy ez nem nyerés, mert ezt mondjuk megengedtem. Én azt hittem, hogy ez nem nyerés. Most már inkább úgy fogalmazok, szerintem ez nem nyerés. Látjátok? Tehát ezt megengedtem, de én úgy látom, én úgy értékelem, hogy ez nem nyerés. Jó. Aha. Na most itt viszont az... Látjátok? Nagyon nem mindegy, hogy melyik oldalon véded. Most itt nekem egyrészt azért kell F2-n védeni, mert F2 után, mert ha mondjuk itt védeném K6-on, akkor F2 D4 után még itt ezen a vonalon a Gloria az ötössel próbálkozhatna, tehát itt kötelező az F2 emiatt. Most itt valamit az ötössel tud, ezt lehet, hogy megpróbálja, látjátok, igen. Igen, és itt valami, hopp, kezdek félni. Tehát látjátok, ijesztő a körhelyzet, tehát most ugye itt fenyegettek nyerni. Úgy van, ezt a Gloria látja. Most viszont azt mondja, hogy itt, hát a franc tudja, de aha, az X-nek szerintem jobb a helyzete. Kérdés, hogy itt nyerése van a négyesre, itt kivédem, itt le, nem. Itt, és ugye ez sem, mert itt a blokkálva van a 2x3-as, én szerintem. Itt viszont nem adnék esélyt, aha. Most ezt azért védem, mert itt... Ha most ugye ezt hagyom, mert ez a hármas önmagában ugye nem veszélyes, mert hiába tesz mondjuk ide, utána itt levédem, de utána van ez a G5 F6 lépés, G5 F6, ezt védenem kell, és ezután ezt itt tovább tudja építeni, mondjuk K10, és mondjuk erre itt, úgyhogy ez itt veszélyes, úgyhogy én ezt itt levédeném, ezt nem engedném meg itt, jó? Ezt nyilván itt látni fogja, tehát ez azért, ez védekező lépés, ezt erre nem, arra számítok, hogy ezt ő észre fogja venni, és valóban.
Most itt egyelőre az X az én szerintem jobban áll. Aha. F9, E8, D9 és D8, és majdnem nyertünk. De nyertünk. Igen. Most azt nézem, hogy az X tud-e valamit csinálni, vagy a kör tud-e valamit védekezni, de nem hinném. Látjátok? Igen, ez nyert helyzet az X-nek. Jó, hát ezt itt védjük. Ugye soha nem szabad túl korán nyúlni a gyümölcsér. Most itt ezt fönt kell védeni. Ha nem fönt védi, azonnal nyerek. Tehát itt a következő lépés E8, tehát itt szerintem az X-nek nagyon erős támadása van, ha csak nem nyerés. De szerintem ez nyerés is. Aha. Túl sok az X egy helyen. Ha ellenem játszol, kedves hölgyek, urak, ha ellenem játszol, és X-el vagyok, és azt látod, hogy nagyon sok az... Ez mi? Ja, látjátok, ezt mondtam, hogy ez nem veszélyes, ezt viszont védeni kell. Igen, és itt, tehát látjátok, itt ez nem 2x3-as, mert ez itt védve van ezért. Jó. Jó, tehát látjátok, a Gloria nagyon helyesen csinálja, támad, sajnos, hát ezt itt kötelező itt védenem, fönt. De ez nyerés az X-nek már. Az X-nek már nyerés, túl sok X van egy helyen. Túl sok X van egy helyen, most speciál nem is nagyon, azt mondja, hogy G9, E9, igen, hú, ez nem volt túl jó lépés. Hát így itt ugye a H9 lépésre játszik rá a Gloria. Ez nem volt jó lépés, mert ezzel viszont nyertem. Ez sem menti meg, szerintem. Nem akarom elkiabálni, de nem. Nem, ez nem volt jó lépés. Nem, ezzel nyert az X itt. Itt fölülvédi, föntvédi. Ja, hogy itt ezt védte le, ezt a hármast, értem. Így, itt. Hát a franc tudja. Most őszinte leszek. Betegyük ezt a csábító E8-at, srácok, mit mondtok? Na jó, próbáljuk meg. Na jó, izzasszuk kicsit meg Glóriát. Mit tenne egy D9-e? Nagyon erős lépés D9. Most mondom, mivel fenyegettek. Ja, egyébként ja, ezt észre se vettem. Jó, ez nyert lépés. E10, F11 a lépés. Hát itt most itt valamit az J8-al vagy a H9-el csinált, azt kivédem, aztán ennyi. Tehát itt most a fenyegetés E10, F11. Ha ezt viszont kivédi, akkor... Látjátok, ezt mondtam, itt ezzel fenyeget. Jó, ezt kivédem. Ennyi, és gyakorlatilag itt most az E8, D8 a fenyegetés. Ha ezt viszont kivédi, akkor E10, F11 a nyerés. Ennyi. Tehát ez az X-nek nyert helyzet. Ez az X-nek nyert helyzet, ez már védhetetlen. Nézem azt, hogy hol tud esetleg a kör valamit csinálni. De nem, tehát látod? Tessék, itt. Most ezt védeni kell D11-en és F11, és nyert az X. Ennyi. F11, ennyi. Jó, hát és ugye itt a 4-es. Hopp, na. Itt a 4-es. Jó. Jó, ajánlunk egy döntetlent, nekem nem számít a pont. De nagyon lassú megint a netem. Jó, srácok, tehát igazából a lényeget, most döntetlent akarok ajánlani, de nem megy. Döntetlent akarok ajánlani, de nem engedi. Tehát most megint lefagyott a nikem. Egyébként most itt is dupla ötös van. Na most egyébként itt az a vicces, hogy megszakad a kapcsolatom, és itt konkrétan nyernék B7-en, de erre akarok egy döntetlent ajánlani a Glóriának. Akarok egy döntetlent ajánlani, de nem tudok, mert ismételten megszakadt a netem, úgyhogy én nem tudom, hogy mi van. Flyer, de itt most konkrétan B7-en nyernék. Na? Nem? Hát ha nem fogadja el, akkor... Jó, ez nagyon szép volt a Glóriától. Jó, hát leestünk. Jó, hát egyelőre úgy néz ki, hogy leestünk. Srácok, azt a behalt a szerver.
Jó, srácok, egyelőre én köszöntem szépen a figyelmet, én nem erőltetném tovább a játékot. Tehát igazából ennek...